bemutatásként csak annyit, hogy ön akkor egy igazi állatimádó, igaz? Igen, igen, kiskoromtól kezdve. Az mit jelent, hogy kiskorától kezdve? Így mondom, hogy már alapiskolás korunkban galambokat, nyulakat tartottunk, úgyhogy megmaradt továbbra is ez az állatszeretet, úgyhogy visszük tovább. Ez a ranch, ez egy éve nyílt meg a nagy közönség igen, előtt, igen. És bárki ide jöhet, aki meg szeretné mutatni a gyerekeinek, igen. Vagy ő maga szeretne állatokat látni. Hány fajta állat van itt? Hát körülbelül ilyen 12-15, pontosan így nem is tudom behatárolni, hogy mennyi van valójában. Hogyan kerültek ide önhöz? Valamit vásárolunk, van, amit örökbefogadunk, volt olyan, amit elajándékozunk, aztán később nagykorban visszahozzák hozzánk. Hát mert még, vannak itt igazán igen. Különleges állatok, hát, és igen, ugye például vannak. Az emu, igen. Az hogyan került hát, őket, úgy mondom, hogy interneten keresgélünk, aztán ha találunk valami érdekességet, hát, ha tudjuk, akkor beszerezzük magunkat. Az első könyvünk, amit bemutatunk, az Matthew McConaughey-től A zöld lámpa. Én őszintén megmondva, mikor hallottam, hogy Matthew McConaughey írt egy könyvet, örültem is, ugyanis nagyon-nagyon kedvelem a színészt, viszont egy kicsit féltem is, hogy a könyv magában ilyen átlagos, kicsit klisés autobiográfia lesz, ahol pletykák lesznek a rendezőkről, színészekről és magáról Hollywoodról. Szerencsére a könyv nem ilyen. A könyv magában lényegében egy gyűjtemény. A színész évtizedek alatt írott rövid történeteiből, naplóbejegyzéseiből, filozófiáiból, gondolataiból, megfigyeléseiből és verseiből. Lényegében ez a könyv csak kizárólag a színészre koncentrál, és azokra a pillanatokra, amelyek megváltoztatták az életét. Legyenek azok... legyen az egy beszélgetés egy producerrel, vagy akár legyenek azok álmok, amelyek valahova elvezették a színészt.